A következő ajánlómat az Animegan Facebook oldalán is elolvashatod. Ezért, ha kíváncsi vagy rá és további tartalmainkra, akkor látogass el hozzánk Facebookon vagy a www.animegan.hu oldalon. Ha pedig szívesen néznél tőlük anime fordításokat, csekkolj rá az Animegan Sub oldalára, ahol újabbnál újabb magyar fordításokkal várunk titeket. Készítsünk egy animét, amiben jussunk el egy eddig ismeretlen bolygóra, de legyen már azért benne egy pervers főhős, aki ráhajt a földön kívüli csajokra. Hát ez veszettül jól hangzik. Érzed az iróniát, ugye? Oké, benne vagyok, gondolja magában a gyanútlan anime néző. Igen ám, de amikor azzal kezdődik maga az anime, hogy konkrétan kérdőre vonja saját maga létjogosultságát, akkor már lehet kezdesz elgondolkozni azon, hogy minek néztél bele ebbe egyáltalán. Mert az egész már annyira kínos, hogy már nevetned kell rajta. A gonosz Kisaragi Corporation csak nem teljesen meghódít a földet, és most úgy határoz, hogy el kell kezdeni más csillagközi világok leigázását. Hát eddig tök jó. Gyors kockázással eldöntik, hogy legjobb emberüket, a rendkívül pervers hatos ügynököt küldik el kémkedni egy másik bolygóra, ami leginkább egy a Marson játszódó középkori fantasy világra emlékeztetett engem. A csávónak az lesz a feladata, hogy kémkedjen és utat törjön a bolygó megszállásának. Útja során segítségére lesz Alice, a kis loli android, akit a páros Esze-ként ismerhetünk meg. Ha nincs Esze, hát legyen Notesze, ahogy mondani szokták, mert valljuk be, őszintén hatos ügynök nem egy nagy lángelme. Van, amihez sokkal jobban ért, de szerintem ezt nem kell bemutatni. Pedig el is kell a gógyi ebben a világban, amiről csak hamar megtudjuk, hőseinken kívül fenyegeti még egy másik gonosz erő is. És igen, már megint itt a megszokott sablon. Mi is történt eddig? Hőseink egy másik világba kerültek, felfedezik a világot, feladatuk van a világban, nem iszekály szagú ez egy kicsit. És most itt van a csúnya és gonosz démon király, aki fenyegeti a jogbirodalmát, és minden erőt be kell vetni ellene, mert különben dádá lesz. Ne értsen félre senki. Nem vagyok a jó elrontója. Nagyon szeretem az isekai animéket, ha azok igényesek és izgalmasak. De amennyire ez az anime igénytelen és kiszámítható, az már kész nevetség. És az a durva, hogy pont emiatt nézed, mert nem mutat fel semmit, és mégis elmegy egy lótájör kis vacaknak, amire mégis emlékezni fogsz. Egyébként tök jó, hogy a koncepció egyszerre kínálja fel a sci-fi és a fantasy elemeket, ráadásul ezúttal egy idegen bolygón. Emiatt nekem először volt egy kis Star Wars után érzetem, főleg, hogy a bolygó, ami játszódik az egész, hasonlít a talán mindenki által jól ismert Tatooine-ra. Ám sok szitu annyira klisés és fanservice, hogy hamar túltettem magam az összehasonlításon. Hogy mikor nézd meg ezt az animét? Ha nagyon megerőltetem magam, erre a kérdésre akkor is csak az lesz a legdiplomatikusabb válaszom, hogy ha ki akarsz égni. Néhány izgis jelenet, szimpatikus karaktergárda főleg lányok terén, de egyébként nem egy világ megváltó mű, annak ellenére, hogy szerintem lehetett volna, ha ügyesen kezelik a dolgokat. De ha már azt nézzük, lehet, hogy a készítőknek nem is ez volt a célja. Ki tudja, talán elérték, amit akartak, és most a markukba röhögnek, mennyire megszivatják a jó népet. De nem baj, annak ellenére megnézzük.